Önök a kultúrszobát látják, köszöntöm nézőinket! Más keresztény vallásokhoz képest az ortodox egyház hívői egy héttel később ünnepelték Pünkösdöt, így a medinai szerb közösség is most vasárnap tartotta a hagyományos búzaszentelést a füvekkel és ágakkal díszített Szentháromság templomban. Búza és kalács szentelésre szólították a harangok az ortodox hívőket Medinán. Ez a község Tolna megye egyetlen olyan települése, ahol szerb kisebbség él. Anyanyelvüket, vallásukat, kultúrájukat és hagyományaikat ma is ápolják. Egy héttel később is tartották a pünkösdöt más keresztény közösségekhez képest. Ősi szabály szerint ugyanis, ha a két naptárból adódó különbség ellenére a zsidó és az ortodox húsvét ugyanakkorra esne, akkor az ortodox keresztények a húsvét ünnepét egy héttel későbbre halasztják, így a pünkösd is későbbre csúszik. Ez a naptári időszámítás miatt van, ugyanis a Római Katolikus Egyház megengedi, hogy a zsidó ünnepel egybe essen. Az ortodox katolikus egyház viszont nem engedi meg, hogy együtt, ugyanis teljesen mást ünnepelnek, és a két ünnep valahol egymást ütné, és ezért akkor újra számolnak, és ebből adódik a különbség. Hogyha nem lenne ez a különbség, akkor minden évben egybeesne. Ugye van a két naptár közötti különbség, a Gergely és a Juliánus naptár közötti különbség, ami a pünkösdöt nem befolyásolja. Ugyanis pünkösdöt húsvét utáni 50. nap, ugye ezt gondolom, hogy ismeri mindenki a hívő közül, ugye pünkösdő húsvéttól számítva szokták ünnepelni. Pünköstkor a keresztény egyház születésnapját, a Szentléleknek az apostolokra való leszállását ünneplik. Egy láng formájába jelent meg a fejük felett, és az összegyűlt emberek azon csodálkoztak, hogy érti mindenki a saját nyelvét, és hogy ezek az apostolok, akik valójában halászok voltak, és halászokból lettek apostolok, hogy minden nyelven tudnak beszélni. Hát ez a Szentléleknek volt köszönhető, hogy annak segítségével az összes embernek a nyelvén, aki ott összegyűlt, tudtak beszélni. Sija te mučenice i že dobre stradala čestvo vaše i vjenčaše sija, molite sija kogo. Ez a templomi program szerbül zajlott, de a legtöbben értették a nyelvet. Én úgy gondolom, hogy az itt összegyűlteknek a 85%-a egészen biztos. Ugyanis nagyon sokan jöttek a környékről, akik elszármazott szerbek, és jó páram itt voltak, például Dusnokról, ahol szintén ismerik a nyelvet. Hát ugye egy nyelvről beszélünk, ők rác nyelvnek nevezik, mi szerb nyelvnek nevezzük, hogyha nézzük a pécsieket, ők horvát nyelvnek nevezik, de teljesen ugyanaz a nyelv. Tájszólási különbségek vannak, egyéb különbség nincsen. Radovanie, Iže propovie, Trojica. A kalácsot hosszasan, több közreműködő segítségével áldották meg, majd mindenki vehetett is belőle. Ez valahol a Szószövetségre való emlékezés, ugyanis a Szószövetségbe véráldozatokat hoztak az emberek, és akkor eljött az az idő, amikor Isten megtiltotta a véráldozatokat, és ezek után jöttek ezek az újfajta áldozatok, majd eljött az új szövetség, és akkor ez már szokássá alakult, hogy minden évben valaki elvállalja az úgynevezett komaságot, aki ezt az áldozatot felkészíti, és nem is ő mutatja be, hanem a pap mutatja be, viszont ő készítette el.
Tehát, hogyha valaki ismeri a bibliai történeteket, akkor tudja, hogy hogy működött ez az Ószövetségben is, és teljesen hasonló módon lehet elképzelni itt. A medinaiak a készülődés már jóval pár nappal a pünkösd előtt megkezdik, mivel a településen a Szent Háromság templom védőszentjét is ünneplik, és itt több napos búcsúval egybekötött program várja a résztvevőket, helyieket és messzebbről érkezőket. A komoly templomi procedúrák után ráadásul mulatság következik, így általában a szerb közösségek barátai, ismerősei is részt vesznek az ünnepen, ami azért manapság már a hétvégére szorítkozik. Több nappal a pünkösd előtt előkészítették ezeket a kis sátrakat a templom mögött, és ott gyűltek össze az emberek. Mindenki otthonról hozta a saját borát, és ott valamikor idegen zenészeket, valamikor a saját zenészek zenéltek, de általában elég hosszú szokott lenni. Hát már pár nappal a pünkösd előtt, és a pünkösd az ugye 3 napig tart, és a 3 nap utána még a házi gazdák mire összepakoltak, tehát több mint 1 hétig szokott tartani a pünkösd. Valamikor, amikor az emberek is úgy álltak hozzá a magához, az ünnephez, magához a templomhoz, és idővel is másképp rendelkeztek, mint a mostani világban. Koncerttel ünnepelte fennállásának 25. évfordulóját a szekszádi Gárdonyi Zoltán református együttes a szekszádi evangélikus templomban. A szekszárdi Gárdonyi Zoltán református együttes, Szekszárd megyei jogú város kiemelt művészeti együttese 1994-ben alakult. A vegyeskari műveket megszólaltató kórus az egyházi és világi zenei repertoár bemutatását immár 25 éve számos önálló és közös fellépésen, valamint CD-ken kínálja a kórus zenekedvelőinek. Nagyon sok gyülekezetben, nagyon sokszor megfordultunk a 25 év alatt. A kórus nem csak egyházi, hanem világi alkalmakkal is szolgált, kiállítás megnyitókon, de önálló jótékonysági hangversenyeket ad. Ha számszerűsíteni szeretném, akkor több mint 350 éneklésen vagyunk túl. Újdonságok is lettek, új rendezvények, CD-lemezek jelent meg, 4 CD-lemez, 2003 és 2015 között 4 CD-lemez, 4 évente, 5 minősítőversenyt énekelt végig a kórus Grácsban, Pozsonyban, Olmützben, képviseltük Magyarországot, és Grácsot azért emelem kiemelten, mert ott olimpiai bronzérmet kapott a kórus 2 kategóriában. Az örömmondó békekövetek ezúttal ünnepi koncertet adtak. A jubileumi ünnepséget megtisztelte jelenlétével Kutnyánszky Csaba, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Akadémia oktatási rektor helyettese is. A professzor szerint nem önmagában a 25 év betöltése a tiszteletet parancsoló, hanem az az út, amit a kórus megtett a negyed évszázad alatt. Azt kell, hogy mondjam, hogy a Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei Együttesek Szövetségének látókörében van az együttes, és kiemelt helyen szerepel, hiszen olyan rendezvényeknek a házigazdái, olyan minőségi produkciókat mutatnak be, minősítéssel rendelkeznek, versenyeredményeik vannak. Mindenképpen a hazai egyházi kórusoknak az élvonalába tartozik a szekszárdi Gárdonyi Zoltán református együttes. A Kórus Szövetség minden évfordulós együttesnek egy emléklapot ad át, ezzel méltatva annak tevékenységét és elismerve a kórustagok és karnagyuk munkáját.
Ez alkalommal ezt Naszladi Judit vehette át, aki mindig a kórus fejlődését tartotta szem előtt. Ahogy a kórus lehetősége és a képessége engedte, úgy nem csak Isten tiszteleten és nem csak egyházi alkalmon szolgált ez a kórus, így jutottunk el a nemzetközi versenyekre, válogattunk a zsoltár feldolgozások mellett, kortárs zeneszerzők, 20. századi alkotók műveiből, és ahogy elhangzott a Zeneakadémia rektor helyettesének a köszöntőjéből, kortárs zeneszerzők műveit is énekeljük. Úgy alakult az életünk, hogy meghívást kaptunk Pécsre a református kórusok találkozójára, és ott ismerkedtünk össze közel 20 éve Tillai Aurél egyetemi tanárral, akinek a fia, illetve a menye is énekel ebben a kórusban. Tanár úr több művet írt a kórusnak, és úgy gondolom, hogy ezek a művek a protestáns egyház zenének az égkövei. Mivel már több órányi műsoruk van, a koncerten az elmúlt 25 év anyagából egy válogatást adtak elő. Segítségükre volt a Pannon Filharmonikusok vezető zenészeiből álló Eozin vonós négyes és Lozsányi Tamás orgonaművész is. Én azt gondolom, hogy az együttes a legjobb oldalát mutatta meg. Megmutatta, hogy mennyire élő az az egyházi zene, amit ők képviselnek. Megmutatta, hogy mennyire őrzik Gárdonyi Zoltán emlékét. Megmutatta azt is, hogy a megújulásra, az egyházzene megújulására mennyire nyitottak, hiszen kortárs szerzőknek a művei is elhangzottak, akiknek a művei ebben a körben ritkában is csendülnek fel. Szórák Katalin pályáján nem csak a világ nagy előadó termeinek pódiumaira koncentrálódik, hanem az énekművész a legkisebb települések faluházaiban is rendszeresen fellép. A Kossuth díjas énekes ugyanis nem válogat a helyszínek között. Előadásában a Kárpát-medence népi énekeit nem csak egymással állítja párhuzamba, hanem a nemzetiségi énekek megszólaltatásával a kultúrák közötti párbeszédet, a megbékélést is szorgalmazza. Legutóbb Faddon a templom ünnepén lépett a hallgatóság elé. Szvorák Katalin disztes Kossuth díjas népdalénekes. Munkásságában szembefordulkodunk sztereotípiáival. Dalai egyfelől autentikus népzenék, másrészt a szeretetről, egymás megértésének fontosságáról szólnak, egyházi és világi megközelítésben. A mai manipulált világban nehéz szeretetet közvetíteni, bármiféle értéket őrizni, tovább örökíteni, de ez nem lehetetlen. Számomra az éneklés egyfajta küldetés. Akinek megadatik a tehetség, azzal élni és szolgálni kell, mondja. A születésünk is egy ajándék, és úgy érzem, hogyha a jó Isten ilyen hanggal áldott meg, ajándékozott meg, akkor nekem ezzel szolgálnom kell őt, és dicsőítenem kell őt. Az emberek azt látjuk, hogy egy óra után egészen másképpen távoznak az előadás helyszínről, mint ahogy megérkeztek. Lecsendesednek belülről, és sok mindent átgondolnak, hogy mi az élet értelme, mire kell odafigyelni, miért kell a másikra időt szentelni, mert az is a szeretetnek egy jele, hogy a másikra odafigyelünk és segítünk, ahol kell. Én
a gyerekeket sajnálom leginkább, mert többet, legalábbis úgy érzem, hogy többet kéne nekik kapniuk. De ezért csak mi tudunk tenni? Hát mi tudunk tenni, pontosan mi. Mert akkor aztán ne várjuk tőlük, amikor felnőnek, hogy nem kapjuk meg tőlük azt az odafigyelést, amit szeretnénk megkapni. Ez tényleg a felnőttek felelőssége, a család felelőssége, a társadalom felelőssége. Ahogy egy épület sem állhat meg alapok nélkül, úgy a hagyományok nélkül egy nemzet sem tud előbbre jutni. Ezért nagyon fontos kultúránk terjesztése és megismertetése. A gyökereinkre nagyon nagy szükség van, és ezek csodálatosak, ezek az egyházi énekek. Tehát ismerem más, a környező népeknek az egyházi énekeit is, de a magyar az valahogy nekem persze természetesen magyarnak ez az igazi, és ez egy fantasztikus erőt tudnak kifejteni a lelkünkben is, éltetni. Hát én is, amikor koncertezek, sokszor úgy érzem, hogy fáradt vagyok, és amikor elkezdek énekelni, egy olyan erőt kapok fölülről, és az a dal egyre jobban szól, és ez egy fantasztikus érzés. Nem templomfüggő, hogy valaki közel kerüljön Istenhez, viszont az énekek segítségével olyan dolgok érhetők el, amelyek csodaszámba mennek. A zeneterápia sikere ismert a világban, de ma már az orvostudomány több területén használják a dalt a gyógyítás eszközeként. Szvarák Katalin súlyosan sérült agyi problémákkal küzdők állapotának javításában is részt vesz. Nemrégiben ilyen dologból állított össze egy lemezt. Jézus magát így jelentek imád, először jelenti nagy karácsony. Jézus magát így jelenteni már. Született egy dudolós albumom, ami agyvérzéses betegek gyógyítását szolgálta, de minden más egyéb betegség lelki problémákra is gyógyír, de a zene az egyébként is gyógyír. Az agyvérzéses ember sokszor nem tud beszélni, viszont az agyféltekében a beszédközpontúság és a zenei memória máshol van, és hogyha dadogva is, de tud, hogyha például énekel, akkor nem dadog. És akkor elő tudja hozni azokat a szavakat a dalokon keresztül. Tehát egészen másképpen működik az agy, ha énekel az ember. De ezt az orvosok is tudják. Na jó, csak nem igen, alkalmazzák. Nem alkalmazzák. Engem azért behívtak többször is a Rókus kórházba is valóban. Olyan súlyos betegeket sikerült meggyógyítani ilyen módon, hogy énekelték a közismert népdalokat, amiket gyerekkoruk. Az a fontos, hogy gyerekkoruktól kezdve ismerjék ezeket, és akkor visszajön nekik az emléke, ezeknek a szövegeknek az emléke, és akkor, ahogy elkezdi énekelni, föllazul az a beszédgát is, ami miatt nem tudott beszélni korábban. Azt véli, az emberiség előbb énekelt, mint beszélt. Zene nélkül nem lehet élni. A saját hangunk a leghitelesebb interpretátorunk. Higgyék el, az embernek minden ezen él. A 12. alkalommal rendezték meg Szekszárdon a Borok és Húrok Fesztivált. A rendezvény egyik sztár fellépője a Pokolgépből és a P-Mobilból is ismert pécsi rockénekes Rudán Joe volt. Rudán azt mondta, örül, hogy ilyen sokszor térhet vissza Szekszárdra játszani, ahol ő is zenélt a 80-as években. Rengeteg barátja él itt, és nagyon szereti a várost, éppen ezért mindig különleges műsorral készül. A Borok és Húrok Fesztiválon sem volt ez másképp. Rock himnuszokat és rock balladákat hallhattak az érdeklődők. Az akusztikus zenének van egy különleges hangulata. A zenében ilyenkor a nyugodtság dominál, a balladák sokkal hangsúlyosabbak, mintha egy elektronikus hangzású zenekar állna a színpadon. A rockzenében pedig különös csavart jelent, ha az amúgy elektromos gitárokkal és gyors tempójú számokkal operáló formáció egy visszafogottabb műsort ad.
Így volt ez a 12. alkalommal megrendezett Borok és Húrok fesztiválon. A fesztivál szervezője Csere Lajos azt mondta, mindig is az volt a cél, hogy az érdeklődők minőségi zenét hallgathassanak. Azt hiszem, hogy mindig fejlődtünk egy picit. Minden évben egy picit más volt, ugye voltak olyan tapasztalataink, olyan problémák vetődtek fel, olyan esett az eső, ugye kétszer, hál' Istennek csak kétszer is, és ugye a helyszínek is változtak. Ugye először itt volt fenn, Vármegye háza nagy termében volt, utána leköltöztünk a múzeum elé, és most már újra 3 éve itt vagyunk, és ez egy különlegesen jó környezet. Hát ez is a próbálkozás volt, a tapasztalatok, hogy hol szól jobban, hol kellemes a zenészeknek, a legkellemesebb a zenészeknek, és értelemszerűen a vendégeknek, akik eljönnek, a közönségnek. És ez teljesen jó összejött, és akkor a zenére is, a meghívottakra mindenre igaz ez, hogy vannak néha visszatérő vendégünk, aki majd most jön, a Todorovics, egy nagyszerű szerbiai gitáros, ő már egyszer volt, de egy teljesen más formáció, teljesen más koncepcióval jön vissza, és minden évben próbálunk egy picit másképp csinálni, mint az előzőben, valami más rendszer szerint most a gitárok, az énekhang, különleges énekesek dominálnak, és a szuper jó gitárosok. Hallottuk, ugye ő elég gyakran fellép Szekszárdon és a környéken, és nagyon becsüljük, és főleg ezt a formációt, ez az akusztikus formáció, ugye a gitáros rác Szekszárdi, és különlegesen jól gitározik, és megdöbbentő, hogy egy gitár és egy hang gyakorlatilag a rock legendákat meg tudja szólaltatni, és nagyon, nagyon érdekesen, és tehát ez a fesztiválhoz illően akusztikussal, mi döntően akusztikus zenekarokat hívunk. Nem annyira zúzós, de úgy, itt nagyobb a paletta a zenében, ugye a színek is egy kicsit nagyobb, a hangerő annyira nem nyomja el az egészet. Szeretjük mi is a rockot, de hát mi akusztikus zenét játszunk, így értelemszerűen az akusztikus hangszeren megszólaló zenészeket is jobban kedveljük, szívesen hívjuk, döntően őket hívjuk pontosabban. A Borok és Húrok Fesztivál egyik sztárfelépője a pécsi énekes Rudán John volt. A teljes zenekar helyett itt egy szexárdi gitáros kísérte, amíg ő a legnagyobb rock himnuszokat énekelhette. Rudán számos Tolna megyei rock formáció tagja is volt korábban. Azt mondta, örül, hogy sokszor térhet vissza a településre, mert rengeteg emlék köti ide. Fiatal koromban 20 éves se voltam még, mikor ide kerültem. Bonyhádi zenekarban, amiben utána a Szignáli zenekar, Szexuális zenekar, ugye a Szignál volt, ugye aztán Spirál lett a neve. Hát az nagyon régen volt, nagyon régen volt. Hát mi örömmel jövök egyébként Szexuálra mindig. Hát nyilván minden évben többször is játszok azóta is, ugye különböző formációkkal. Meg hát ugye nem is beszélve például a Csörgetóról, azért csak itt volt 10 évig a Csörgetó, ami Gyimesi Sándor barátomnak volt, ami én a jobb keze itt a szervezésben. Meg az összes többi jó kis koncert, ami volt akár a sportcsarnokban, vagy hát valamelyik szabadtéri színpont. Örömmel jövök Szexuálra, nagyon sok az ismerős, hát látod éppen a volt régi dobos kollégával beszélgetek, meg hát itt még nagyon sok olyan barátom van, aki azóta is tartom a kapcsolatot. Örömmel jövök. Nekem voltam itt egyébként, most ugye a zenekarommal is játszottunk itt tavasszal, előtte voltam itt a Szexuál Big Band-del is énekeltem a 40 éves Big Band jubileumi koncerten, tehát én mindig örömmel jövök Szexuálra. Rudán szerint nehéz több mint 30 év pályafutásából kiválogatni azokat a dalokat, amiket elő tud adni egy-egy akusztikus koncerten, hiszen nem mindegyiket lehet könnyebbé és visszafogottabbá tenni úgy, hogy megőrizze az eredeti dal mi voltát. Nehéz a dolog, mert általában, hogyha amit kitalálunk, hogy csináljuk meg, Tóth Laci barátom, egyébként a szexádi fiú, hogy általában fele marad meg, mert az eléggé kritikusok vagyunk saját magunkhoz, hogyha megszól éppen most az Emerson Lake & Palmer a Szelávi című dalt néztük, és úgy döntöttük, hogy inkább azt hagyjuk, mert azért mégiscsak nem mindenáron kell játszani mindent. Tehát itt sajnos egy gitár, ami adott, én nem akarok használni különböző loopokat, már megtehetném, meg például a Kalapács Józsi barátom használ ilyen különböző loopok, ami fel vannak véve előre, ugye akár egy ütőhangszer, vagy egy kis basszus, vagy bármilyen vokál. Könnyebb volna ugye a helyzetünk, de mivel mi csak egy szál gitár és énekkel vagyunk, ugye így olyan dalok maradnak meg, amik tényleg ilyen tábortusz feeling, ami megszólal egy szál gitárral.
Tehát nehéz, fel van adva a lecke, de hát működik a dolog már 9. éve. Tehát ha nem menne, akkor nyilván nem csinálnánk, és örülünk a meghívásnak. A repertoár az, hogy 3 óránál is több, most itt egy órát kell játszanunk, mert nehéz szelektálni, próbálok mindenben egy kicsit adni, ami én vagyok, ami olyan dalokat, amik ugye velem jelentek meg, nyilván azokat játszunk el, meg amiket szeretünk és kedvelünk és tetszik. Törött az ablak, rángatja szél, lejön a hó a tél. A szűrűrke sír, itt a madárról mesél. Az énekes úgy látja, mind az idősebb generációra, mint a fiatalabbakra is hatással van egy-egy ilyen akusztikus est, és a régi dalokat ugyanúgy éneklik, mint az újabbakat. Aki ezen a zenéken nőtt fel, elhozza a gyermekét vagy unokáját, hát akinek tetszik, az hallgatja. Azért az eléggé, mivel nem egy kemény rock produkció, hanem egy ilyen lightosabb, akusztikus dolog, szerintem sokkal szélesebb réteget megszólíthat ez a muzsika. Tehát jönnek a fiatalok is, hát épp is látom, hogy itt a Szexuális Gitár Quartet például, tehát fiatalok, nagyon helyes. Örülök, hogy vannak fiatalok is, és hát foglalkoznak a gitárral, meg hát eleve a zenével. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!